Köszöntöm a nézőket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, április 6-án, szerdán este 7 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. A Déri Nép program keretében várták az érdeklődőket a Magyar Nyelv Múzeumába. Külföldi tanulmányúton vettek részt a sátoraljaújhelyi diákok. Lavotta János életét mutatja be Bencsik Gábor új regénye. A Déri Nép program sorozat állomásai közül Széphalomban rendezték meg a The Art Tetemre hívás zenés összeállítását. Rendezője Tóth Tibor, Jászai Mari díjas színművész, aki már 20 éve játszotta ezeket a megzenésített darabokat. Azóta új alapokat kapott, így teljesen más hangszereléssel játsszák Arany János balladáit. Ennek az esnek a Széphalmi Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeum adott otthont, ahol Nyíri Péter elmondta, hogy a Déri Nép programon kívül a Déri Nép Fesztiválnak is egy fő helyszíne lesz a múzeum. Tetemre hívás. Ez volt az első Déri Nép programos előadás, amit sikeresen megtartottak a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeumában Széphalomban. A Déri Nép Fesztivál keretén belül Széphalom lesz az egyik főpontja a rendezvénysorozatnak, így a programot is folyamatosan követik. A pandémia miatti időszak nehéz volt a múzeum számára is, hiszen a bezárások őket sem kímélték. Tavaly csonka évünk volt, hiszen május 4-én nyithatott ki meg újra a Magyar Nyelv Múzeuma, mint ahogy a többi közgyűjteményi intézmény is, és ez azt jelentette, hogy tavaly ilyenkor még nem rendezhettünk rendezvényt, ráadásul még látogatókat sem fogadhattunk. Reméljük, hogy idén nem jön közbe semmi, és teljes év lesz, és akkor megindulhat a szokásos éves program. Ez a mostani program egyébként több lett a korábbi évekhez képest, hiszen a Déri Nép programmal ilyen módon még nem álltunk kapcsolatban. A Déri Nép Fesztivál tavaly is itt volt, és idén is itt lesz, de a Déri Nép program keretében még nem hívtunk előadásokat, idén ezt háromszor is megtesszük. A Széphalomban megrendezett zenés összeállítást Arany János balladáiból és az Őszi Kék lirájából szerkesztették meg Tóth Tibor, Jászai Mari díjas színművész rendezésében. Ezt az összeállítást már lassan 20 éve vitték először színpadra. 8-10 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy felújítjuk. És egy új hangszerelésben, új emberekkel, új zenészekkel, több zenésszel bemutattuk. Megkockáztatom, hogy sokkal nagyobb sikerrel, mint annó. És most, hogy is mondjam, ez egy ilyen nemzetközi produkciónak nem mondanám, bár Marci már Magyarországon él, Abaújváron. Ő minden egyes alkalommal, hogyha főleg nyugaton játszunk, akkor sokat utazik annak érdekében, hogy előadást játszunk, de egy nagyszerű érsekújvári zenész, Madarász András, aki a Korzár zenekar tagja, valamint Farmbauer Péter, akinek saját hangstúdiója is van. A tetemre hívás elsősorban a tanrendre. A tetemre hívás elsősorban a tanrendre támaszkodik, azért, hogy az iskolásoknak ne legyen ismeretlen az előadás, hiszen sokat járnak diákokhoz. Így az összeállításba belekerült a Velszibárdok, a Szőke Panni, vagy például az Ötödik László is. Cipruson, Limassolban volt lehetőségük szakmai gyakorlaton részt venni a Sátoralja újhelyi Georgikon görög katolikus mezőgazdaság és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola diákjainak. 6 tanuló kapott lehetőséget, hogy részt vegyen ebben a programban. Ez egy 2019-es pályázat harmadik ilyen szakmai tanulmányútja volt, azonban a pandémia miatt most került sorra megvalósításra. A diákok az élmények mellett új technikákat is elsajátíthatnak, melyeket a jövőben hasznosítani tudnak. 6 diák, 6 különböző feladat, rengeteg élmény és nem utolsó sorban tanulás és új technológiák elsajátítása. Ez várt a Sátoraljaújhelyi Georgikon görög katolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum diákjaira, akik nemrég 3 hetet töltöttek Limassolban, Cipruson. Az Erasmus Plus program keretein belül az intézmény már több éve szervez ilyen szakmai utakat a tanulóknak, és ebben az esztendőben egy elismeréssel is gazdagabb lett az oktatási intézmény. Ebben a tanévben ért minket az a megtiszteltetés, hogy az utolsó 3 év értékelései alapján, aki 85% fölött ért el eredményt a pályázati beszámolók értékelésénél, az megkapta az Erasmus kiválósági tanúsítványt. Ez számunkra nagyon nagy
dicsőség, hiszen innentől fogva még könnyebben pályázhatunk, és intézményünk mindig 95% fölötti értékelést kapott a mobilitási programokra. A programban 3 hetet tölthettek kint a diákok Cipruson. Ebben az esztendőben az élelmiszeripari és a gépisztechnikusi szakmai ágokon tanulók nyertek lehetőséget, hogy élesben is kipróbálhassák magukat. Nagyon-nagyon örültem annak, amikor én ugye kint voltam, és nyilván ellátogattam ezekre a munkahelyekre, és az ottani munkaadók nagy örömmel számoltak be arról, hogy hát tényleg azt mondom, hogy büszke voltam, hogy hát ezek a diákok milyen jól dolgoznak, és hogy milyen jó volt velük együtt lenni, hogy szívesen és bármit elsőre meg tudnak csinálni. Tehát én tényleg büszke voltam arra, hogy mennyire szépen és mennyire jól álltak oda a munkához a fiataljaink, a gyerekeink. Nyilvánvalóan tapasztalatokat is gyűjtöttünk, arra vonatkozom, hogy igen, nyelvtudást egy kicsit mélyíteni kell ahhoz, hogy igazán tudjunk kommunikálni, és még többen, még jobban tudjunk tanulni az itteni a külföldi gyakorlatok során, de azt látjuk, hogy maga a képzés, a szakmának az ismeretét külföldön is elismerik. A diákoknak jó tapasztalataik voltak a szakmai gyakorlatok során, azonban a jó élmények és a szakmai tudás emélyítése mellett gyakorolhatták az idegen nyelvet is. Cipruson voltunk Limassolban, cukrászdában dolgoztunk. Én is a másik lány, aki velem volt kint. Nagyon kedvesek voltak az ottani dolgozók, nagyon sokat segítettek, nagyon sokat fejlődtünk, én mint a szakmám által, sokkal bátrabb lettem, önállóbb lettem. Reggel 8-ra jártunk dolgozni, 3 óráig, utána busszal indultunk haza, és busszal is jártunk ugye munkába. Én jelenleg érettségére készülök, viszont jövőre élelmiszeripari technikus osztályba fogok járni, és ehhez szereztem sok tapasztalatot. Például az üzemszervezeti felépítését, valamint a cukrászszakma műveleteit. És azt is tapasztaltam, hogy kint kifejezetten fontos az idegen nyelv használata, ezért azt javasolnám a későbbiekben kiutazó diákoknak, hogy kitartóan gyakorolják az angol nyelvet. Gépgyártás technológus technikusnak tanulok, most az idén fogok érettségizni. Limassolban Demetriades Group nevezetű cégnél voltunk szakmai gyakorlaton, ahol targoncák szerelésével, gépkarbantartással foglalkoztunk. Minden tanulónak volt egy mentora, akitől segítséget kérhetünk, vagy akármilyen, bármilyen kérdésünk volt, hozzájuk kellett fordulnunk. Az oktatási intézmény kiemelt célja, hogy a szakmai vizsgák után szakképzett, későbbi munkájukat magas minőségben ellátni képes felnőttek lépjenek ki az iskola kapuján. Ezt a célt szolgálják ezek a külföldi szakmai gyakorlatok is. Lavotta János életét mutatja be Bencsik Gábor új regénye, melyet Csátoraljaújhelyben is megismerhettek az érdeklődők. A 20. alkalommal megrendezett Lavotta napok keretén belül elhangzott, hogy ez egy hiánypótló regény, mely lehet fikció, mégis valóságon alapul, mondta az esemény szervezője Dombóvári János. Verbunkos. Ez a szó szorosan összekötődött Lavotta János nevével, hiszen ebben a műfajban alkotott nagyot a maga idejében. A zenes szerző életéről született egy regény, mely részleteiben menően mutatja be, hogyan is miként élt Lavotta. Dombóvári János a 20. alkalommal rendezte meg Csátoraljaújhelyben a Lavotta napok programsorozatot, melynek keretein belül meghívta ennek a regénynek az íróját, Bencsik Gábort. A szervező elmondta, hogy fontos megemlékeznünk a zeneszerzőről, hiszen térségünkben élt és alkotott. Még a Lavotta 200 emlékév idején született egy olyan szépirodalmi életrajzi regény Lavottáról, amely különleges a maga nemében, mert a fikció és a monográfia között egy olyan érdekes és értékes életrajzi regény, amely a Lavotta egyébként hiteles élettörténeteit egy olyan jellemrajzzal ruházza fel, egészíti ki, színesíti ki ezt a
ezt a kalandos, nehéz életet, amely a laikus számára közel hozza a zeneszerzőt. 30 évvel ezelőtt Bencsik Gábor kezébe került egy számára érdekes könyv Lavotta János életéről. Ez volt a mozgató rugó, mely elindította az ötletet, hogy írjon a zeneszerzőről egy regényt. Van itt egy érdekes ember, akit hallottam már valamikor, a legtöbben így vagyunk vele, hogy hallottunk róla, hogy létezett egy ilyen hegedűs, de a könyvből nem derült ki számomra, csak annyi, hogy érdekes. De akkor ezt eltettem, egy csomó mindennel találkozik az ember az élete során, ami így eltesz. Jó volna egyszer jobban ennek utána érdeklődni. Teltek, múltak az évtizedek, és aztán végül is az történt, írtam egy családregényt, elég jó fogadtatása volt, ez most már, ha jól számolom, 3 évvel ezelőtt jelent meg, és akkor azt gondoltam, hogy itt van az a műfaj, amivel közelebb kerülhetek Lavottához. A könyv fikció, mely Lavotta János életrajzán alapul, tehát van valóságtartalma is, tette hozzá az író. Bencsik Gábor Lavotta János utolsó délutánja című regényét Sátraújhelyben is bemutatták, ahol az érdeklődők feltehették az írónak kérdéseiket a könyvvel kapcsolatban. Karó, Nyíl, Én és a többiek címmel jelent meg Remecki Imre, sárospataki történelem tanár első ifjúsági regénye. A regény egy 7. osztály kirándulásáról szól, a Telekről Szilvásváradig. Kedvező fogadtatás esetén a szerző folytatni szeretné a kötetet. A könyvek kedvelői ismételten találkozhattak annak apropóján, hogy megjelent első ifjúsági regénye a sárospataki történelem tanár Remecki Imrének, melynek bemutatót tartottak Sátoraljaújhelyen is. Az író beszélt Iradunknak arról, miért döntött úgy, hogy ifjúsági regényt ír. Alapvetően itt a régi, több évtizedes emlékek vannak, amelyek emögött állnak. Gyakorlatilag ugye van egy születőben lévő történelmi regényem egyébként, és tehát az írás az folyamatosan bennem volt, amikor 2020 novemberében megjelent egy pályázat, amelyben egy ifjúsági regény írásra hívták fel a figyelmet, ahol kiskamaszoknak kellett a természetről, környezetvédelemről egy olyan könyvet írni, amely nem didaktikus, tehát úgy tanít, hogy nem tanít, olyan értelemben, ahogy mit az iskolai keretek között. És nekem ez megtetszett, ez a felhívás, és ugye pont akkor történt a sajnálatos ugye, karanténba kerülésünk, és hát így nem mondom azt, hogy felszabadult az időm, hanem inkább azt mondom, hogy az az idő szabadult fel, ami ilyen köztes dolog az iskola és az otthon között. A legény cselekménye sokakban gyermekkori emlékeket tud feléleszteni az író szerint. A történet főhőse egy kisfiú, Haraszti Gábor alias Karó, aki egy osztálykirándulás során keveredik fordulatos kalandokba. A cselekmény az egy alföldi kis falucskában kezdődik, és utána ugye ezek a gyerekek megismerkednek azzal, hogy van egy olyan lehetőség, hogy el lehet menni ugye a hegyekbe táborozni egy hétre. Erre szervezik az ottani kollégák, ugye az ottani történelemtanár, illetve a testnevelőtanár szervezi ezt a tábort, és ezek a 7. gyerekek elindulnak erre a táborra, majd hát utána ugye végigjárják azt az útvonalat, amit ugye zömében, kék túrán, vagy más ilyen túraútvonalakon haladva tesznek meg. Aktelektől indul maga, ugye a regénynek ez a fajta cselekmérésze, áttekintve a szlovákiai barlang részbe is egy kicsit, majd utána pedig végig haladunk egészen ugye Szilvásváradig, de ezt már kicsit előre mondom, ugyanis az első része a könyvnek, ami most megjelent, az még csak az Upponyig terjedő rész jelenti, viszont ugye egyben megvan a második rész is, tehát a folytatás is készen van. Ez nyilván attól is függ, hogy ennek az első résznek milyen lesz a fogadtatása, mert akkor nyilván a másik részt is meg fogom jelentetni. A 300 oldalas könyv 6 fejezeten keresztül vezeti végig az olvasót a cselekményen. A bemutató keretében minden korosztálynak ajánlották a regényt, ugyanis a nyelvezete és cselekménye könnyen meg tudja fogni a fiatalokat, az idősebb korosztály pedig saját fiatalságát is fel tudja fedezni benne. A szerző eközben egy 4 kötetre tervezett történelmi regénysorozaton is dolgozik, mely Tököli Imre korába repíti vissza az olvasókat.
A sátoralja újhelyi zempléni angyalok, mint ahogy tőlük várható, mindig eredményesen szerepelnek a versenyeken, most sem történt másként. A szinkronkorcsolyások Óbudán a dobogó második fokára állhattak. Az egyéni műkorcsolyázók 10 év alatti kategóriában pedig a 6., 9. és a 10. helyezést érték el. Áprilisban még van verseny, így most erre készülnek, majd a szezonzáró gálát a sátoralja újhelyi jégcsarnokban tartják. A sátoralja újhelyi zempléni angyalok a 2022-es évben is remekül teljesítenek, hiszen kiváló eredményeket érnek el minden versenyen. A műkorcsolyások a lezárások ellenére gyakorolni és tanulni tudtak, bár nagyon sok versenyt a kiírt időpont előtt 1-2 héttel tudták meg, hogy valóban meg lesz-e tartva. Répási Andrea, a zempléni angyalok szakedzője szerint így elég nehéz volt a felkészülés, de sikeresen vettek minden akadályt. De egy nagyon szép szezon tudhatunk magunk mögött, rendszeresen jártak a lányok edzeni. Ez megmutatkozik a kis szinkron csapatunk eredményében is, ők 15-en vannak, és juvenil korosztályban indulnak, ami azt jelenti, hogy 10 éves és 10 év alattiakról van szó. Ők most az Óbudán rendezett országos szinkronkorcsolya versenyen második helyezést érték el, ami nagyon jó és nagyon élvezték, úgyhogy jövőre már tervezzük, hogy egy még kisebb korosztályban is indulunk, ők pedig fölmennek egy még magasabb kategóriába. A lányok egyéniben is nagyon jól teljesítenek, a következő szezonra pedig az a cél, hogy ezt a tudást továbbfejlesszék. Már 19 egyéniző kislányunk van, ők különböző korosztályokban és kategóriákban indulnak, de országos versenyeken vesznek részt, és hogy ezeken minél szebb eredményeket elérjenek. Most voltunk, Dunakeszin volt egy, úgy hívják, hogy kispályás verseny, ahol az 10 év alattiak kategóriájában indulók indulhatnak, és ott például nagyon-nagyon sok induló van. Tehát egy kategóriában minimum 20 indulóról lehet gondolni. Most volt itt kislányunk, aki 6. lett, aki 9., 10., tehát már úgy a középmezőnyben vagyunk, ami bizalomra ad okot. Az angyalok áprilisban készülnek még versenyre, valamint a szezonzáró gálát itt a sátoraljaújhelyi jégcsarnokban szervezik, ahol a meghívottak között lesz egy meglepetés vendég is. Tette hozzá Répási Andrea. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. A Déri Nép program keretében várták az érdeklődőket a Magyar Nyelv Múzeumába. Külföldi tanulmányúton vettek részt a sátoralja újhelyi diákok. Lavotta János életét mutatja be Bencsik Gábor új regénye. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!